február elején az állami számvevőszék egy igen figyelemreméltó jelentést tett közzé. Szokatlan egy ilyen őszinte jelentés olyan intézmény részéről, ahol korábbi fideszes országgyűlési képviselő lett a vezető, de most egy ilyen üdítő kivétellel van dolgunk. Ez az állami számvevőszéki jelentés visszaigazolta tételről tételre a Magyar Szocialista Párt elmúlt években megfogalmazott legtöbb kritikáját. Kezdjük a legenyhébbekkel. Az állami számvevőszék jelentése is világosan kimondta, hogy a kormány intézkedései mögül a legtöbb esetben hiányzik a hatástanulmány. Teljesen ötletszerű és gyors intézkedésekkel tesznek szert újabb és újabb bevételekre, anélkül, hogy ennek társadalmi, gazdasági hatásait előzetesen bárhol felmérték volna. Igazolta az állami számvevőszék jelentés azt a kritikánkat is, amikor megfogalmaztuk, hogy az úgynevezett tranzakciós illetéket a bankok 100%-ban az ügyfelekre fogják hárítani, és pontosan ez történt. Igazolta az állami számvevőszéki jelentés azt a kritikánkat is, hogy a kormány fő fegyvere a hiány leszorításában az újabb és újabb adók nyakló nélküli kivetése. És elsősorban igazolta az állami számvevőszék jelentése azt a kritikát, hogy Orbán Viktor gazdaságpolitikája a megszorításokra épül. Igen, az állami számvevőszék jelentése világosan kimondja azt az egyszerű közgazdasági tételt, hogy a különadók, az újabb és újabb különadók megszorítás. A tartalékolások, az árulások, az szintén megszorítás. Olyan mértékben élt ezzel a fegyverrel Orbán Viktor és kormánya, hogy 2013-ban, az utolsó vizsgált évben a megszorítások mintegy másfélszeresét tették ki a válság legrosszabb évében 2009-ben alkalmazott megszorításokat. Világos, hogy Orbán Viktor és a Fidesz éveken keresztül folyamatosan hazudott. A tények azt mutatják, hogy megszorítással éltek, miközben folyamatosan tagadták ennek a tényét. Most papírja van az állami számvevőszéknek, a kormánynak, a hazai közvéleménynek arról, hogy Orbán Viktorék hazudtak, a gazdaságpolitikájuk a megszorításokra épült. Ez az ötlettelen gazdaságpolitika egyetlen egy dologban kiszámítható. Nevezetesen abban, hogy az ország gyarapodása helyett saját maguk gyarapodása a cél.